Tea délután Száraz Györggyel. Következő kérdés. Két rövidebb, bárki tudja, hogy rövidebb. Az egyik az, amikor ugye a Fritládánál néztem, és múltkor megütöttem el. Volt ugye egy elmélet, hogy Egyiptomban vitték ki a Fritládát, engedélye valószínűleg, de dolog. A másik pedig az ugye, hogy van egy olyan rész, hogy akkor Mózes csinálja magát a Fritládát, a szövetségládát, hogy bele tudja tenni, amit bele kell tennie. Ugyanakkor az, ami okozza a problémát számomra, vagy nem egy problémát, csak a kérdést vettük fel, hogyha a Vöröstengert is mondjuk a Fridládával nyitotta meg, akkor ugye nem működik az, hogy ő utána készítette. Ha viszont mondjuk valamilyen répárca jellegű eszközzel nyitotta meg, vagy az Úr segítségével, akkor a Jordán folyónál már miért arra hivatkoznak, hogy a Fridládával nyitották szét a folyót. Meg hát ugye jön a következő kérdések, ugye, hogyha 10 parancsolatból vesszük, ha ez így történtek a dolgok, hogy mondjuk az egyiptomiak ott vesztek, és utána lefakszolják azt az üzenetet, hogy ne ölj, vagy hogyha a Fridládát elviszem Egyiptomba, hogy engedély nélkül, hogy ne lopj, akkor ez a kettő is megint egy kicsit így ütközik. Fajsúlyos és valóban komoly kérdések ezek. Nem is fogom most ezt nagyon firtatni. Mit jelent az a szó, hogy Mózes? Azt tudjuk? Mosze, Mózes. Fia valakinek. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon gyakori név volt akkoriban, csak úgy gyorsan elmondom. Miként Jézus is tudtam, az ötödik leggyakori férfi név volt a maga korában, tehát azért sok Jézus volt. Hát igen, hasonló. Szóval héberül is, latinul is azért ezek megállják a helyüket. Szóval a Bibliában szereplő Mózes és Mózes történet az onnantól kezdve nem stimmel, hogyha például valaki ismeri Sarukin, Akkád királynak a történetét, nem tudom, volt-e hozzá szerencsétek, akkor Sarukin királynak van egy születési legendája. És sokan, elolvastam, és sokan felvetették már, hajlok afelé, hogy én ezt olyan értelemben elfogadjam, hogy mint kiindulási alap valóban a mózesi történetet erről másolták, mintázták. Parafrázisnak hívják egyébként ezt a műfajt, ha úgy vesszük. Tulajdonképpen átírod, kicserélsz benne egy-két szereplőt, egy-két momentumot, és onnantól kezdve már tulajdonképpen egy új művet alkottál. Tessék? Igen, csak egy önálló életet él. És igen. Én na most második, ugye Mózesnek a kora nagyon érdekes, hogy mikor lehetett, hogy másik Ramszesz vagy Menneptáh, tehát körülbelül így lehet belülni, korszakában élhetett ő, és ugye a történet, nem fogom elmesélni, mert nyilván akit érdekel, az utána tud ennek nézni, illetve nagyon sokan valószínűleg hallották is már, vagy olvasták is ezt a történetet, ami egy ilyen nagy leszámolás, ugye a fáraó kiadja a parancsot, hogy az első szülött gyermekeket meg kell ölni. Na most itt azért nekem vannak fenntartásaim már ezzel kapcsolatban, de most csak emlékeztető, hogy így kezdődik a történet. És akkor a kis kosárba, Mózes kosár ugye innen ered, fektetik ugye a babát, de azért az anyuka is, meg a nővérke is folyamatosan figyeli, és akkor valahogy úgy irányítgatják, hogy a fáraónak a lányához kerüljön ez, és onnantól kezdve, mint szoptatós dajka, beajánlja voltak éppen az eredeti anyukát, és akkor ő tulajdonképpen felneveli Mózest. De egy biztos, hogy Mózes, mint királyi sarj, mint az egyiptomi király, vagyis a fáraó, vagyis az Isten király, gyermeke, most mindegy, hogy milyen vonatkozásban, kerül voltak éppen be a történetbe, és ezáltal hercegi rangot kap, és értelemszerűen az ezzel együtt járó jogosítványokat és betekintést és beavatást is megkapja. Azért ezt így nagyjából lehet rekonstruálni. De mindenképpen el kell ezt fogadnunk, mert az egész történetnek nincs értelme. Nincs értelme, nincs miről beszélni. Na most, az én gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azok a bizonyos csoda tárgyak, mondhatjuk, hogy mágikus hatalommal, mágikus eszközök, talán így lehetne mondani, hogy mágikus hatalmat, erőt megmozgató, vagy közvetítő eszközök, mint amilyen például a Fridláda is volt, az Egyiptom szerte azért nem egy ritka, nem egyetlen és nem egy ritkaság számban menő dolognak számított akkoriban. Sőt, mi azt állítjuk konkrétan, hogy sok Fridláda létezett, nem egy, nem kettő, és sok hasonló
aminek most hagyjuk a nevét meg a kilétét, mert ez nem a mi dolgunk, hogy ezt most itt ezen formában keretek között ismertessük, de azt azért világossá kell tenni, hogy az, amit Fridládának hívunk, a szövetségládája, stb. Stb., tehát ez sokféle elnevezés vonatkozik, az tulajdonképpen egy nagyon precíz méretekkel rendelkező, mint Egyiptomban minden. Arannyal bevont, mint Egyiptomban, oly sok minden, tehát abszolút egyiptomi találmány. Nem gondolom azt, hogy ehhez kellett egy csipkebokros történet, miszerint ugye Mózes valamiféle tüzet látott egy ilyen nagyon furcsa hegyen, amin nem is voltak jók akkoriban a látási viszonyok, és akkor ő tulajdonképpen hangot hallott, illetve utasításokat, lényegében isteni instrukciókat kapott, egyfajta tolbamondást kapott, a maga bevallása szerint, és senki más nem látta, csak ő. Tehát ugye ezek a történetek itt nem teljesen támadhatatlanok, azért valljuk őszintén. Ugyanis Egyiptomban nem meglepő az a tény, hogy istenek valamilyen formában, akár médiumi, tehát különböző transzállapotok útján, vagy médiumi képességek által, vagy pszichikai képességek által üzennek úgy, hogy te belül hallod. Ez belső hallásnak, vagy más egyéb módon is lehetne éppen definiálni. És akkor elmondják, hogy ezt csináld, azt csináld, ide menj, oda menj, ebben higgy, abban higgy, így működik, úgy működik. Tehát törvényeket hogy adtak az istenek? Hogy tanították meg az egyiptomi istenségről beszélek? Hogy tanították meg az embereket a földművelésre? Hogy tanították meg az állam alapítása, vagy éppen az állam intézményének a képítésére, infrastruktúrára egyáltalán? Hogy fedezték fel a sört? Hogy fedezték fel a kenyeret, ugye? Tehát ezek mind olyan dolgok, Osiris, mint a gabona istensége, stb. Stb. Tehát ezek mind összekapcsolódnak, összefonulnak, és nyilvánvalóan itt egy nagyon komoly tudásról beszélünk. Jó, ha ezt elfogadjuk, akkor azt is el lehet fogadni, hogy istenségekkel kommunikálni, magasabb rendű lényekkel, testetlen istenként, tehát a mesteri szinten álló vagy a fölött egzisztáló lényekkel kapcsolatot építeni, és kapcsolatot tartani, tehát channeling, communication, így lehetne elmondani, ez ma is abszolút és mindenkorban a beavatottaknak, nem csak a levitáknak, a beavatottaknak, a mindenkori beavatottaknak a privilégiuma, kiváltsága volt. Tulajdonképpen nem az számít, hogy beavatott, mert én ezt a szót nem annyira kedvelemet érem, nevezzük inkább őket kiválasztottaknak. Mert a kiválasztott az azt jelenti, a beavatott az az, aki elindult egy úton, aztán tart valahol. A kiválasztott az az, aki már olyan szintig realizált képességekkel is rendelkezik, tehát megadatik neki egy olyan képesség, hogy ő maga egy az egybe, tehát nem csak face to face van, hanem szemtől szembe, mert magyarul ugye inkább szemtől szembe, képes legyen egyéni, spirituális élményeket átélni. Ha még magasabb szintű beavatott, akkor ő már nem csak hallja, látja, érzékeli, és ismeri, és ismeri meg ezeket a bizonyos lényeket, és az ő kinyilatkoztatásaikat, mert az önmagában csak egy egyirányú folyamat, például Mózes esetében azért sokszor egyirányú folyamatról beszéltünk. Igaz, kérdezett néha Mózes, de azért valljuk őszintén, hogy Mohamed esetében is, és Mózes esetében is, alapvetően, ugye Mohamed esetében Gábriel arkangyal, de egyébként Mózes esetében is csak úgy megsúg, vagy arkangyal volt, akivel kommunikált, nem a teremtő, úgymond, de ez nem volt semmit az ő érdemeiből. Én úgy gondolom, hiszek abban, hogy igen, ez megtörtént eset egyébként, mármint az, hogy kommunikálni tudott. Az most, hogy nem pont úgy történt, és nem csipkebokor volt, és egyebek, azt én fenntartom, ez legyen az én szívem joga. Viszont az, hogy ő jót akart, és az, hogy ő hallott egyfajta isteni hangot és kínálkoztatást, azt én teljes mértékben el tudom fogadni, de nem csak, hogy akceptálom, ráadásul azt mondom, hogy ez nem számított ritkaságnak akkoriban. Mert sok Mózes kaliberű lélek élt akkoriban, sőt, mint hogy őt az egyiptomi papság avatta be, nagyon is jó célzattal, de zsidó származása volt, ezt azért ne felejtsük el, tulajdonképpen ő egy tökéletes isteni végrehajtójában vált egy tervnek. És ez a terv, ez úgy hangzott, ami ma egy kicsit félreérthető, vagy legalábbis másképp értelmezik egyesek, hogy Exodus. Vidd ki, azaz vezest ki a Nílus deltájában, főleg a Nílus deltájában élő, de az Egyiptomban élő zsidóságot, innen, egyszer s mindenkorra. Kérlek. Ez volt az alapterv. Tehát, hogy picit elvonatkozhatunk a Bibliától, akkor tulajdonképpen erre milyen alkalmas személy kellett?
nyilván a kiválasztás szempontja, ha most én egy isteni logika szerint próbálom ezt követni, akkor egy hiteles személyre mindig szükség van, egy nép vezérre van szükség. Jézus is ilyen volt a maga korában, bizonyos szempontból, Mózes is tökéletesen megfelelt. Származását tekintve, vérvonalát tekintve megfelelt. Hiszen ő mind a két oldalon elismerésre, bár nagyon rosszul beszélt, nem tudjátok, hogy Mózes kifejezetten rosszul beszélt. Tehát ővel az volt a probléma, hogy sokszor nem tudta magát kifejezni. Tudom, hogy fura, ezt kevesen ismerik így, tehát ő helyette sokszor a tesója mondta, hogy azt akarja mondani, dadok, bocs, de azt akarja mondani, hogy komolyan? Ez komoly? Tehát... Arra, hogy túl gyorsan jön az info. Jó, hát respekt ezzel együtt Mózesnek, biztos, hogy is szereti a humort, de a legnagyobb tisztelet mellett is azt kell mondanom, hogy ő volt az, aki a legalkalmasabbaknak egyikének számított, mondván, hogy zsidó származású, de az egyiptomiak felé is tökéletesen elkötelezett valaki volt, akit be tudtak avatni, mint hercegi Sari, és most hagyjuk azt, hogy kinek a kije volt. A lényeg az, hogy az isteni kiválasztás azért ez nem teljesen úgy történik, hangsúlyoznám, mert ez egy kardinális kérdés. Úgyhogy nem mellesleg mondom, amit most fogok mondani, hanem igenis kiemelném. Az, hogy a föntiek, tehát a szellemi hierarchia, tehát az isteni gondviselés, kit, milyen feladatra választ ki, és itt többes számba is lehet mondani, annak lelki alapon, hangsúlyozom, a lélek rátermettsége, alkalmassága, képességei, előzőletei, tudása, fejlettsége, és sok egyéb, de mindenképpen lelki, azaz isteni szempontjai szerepelnek és állnak az első helyen. És nem pedig az, hogy fizikailag ki milyen bőrszínű, ki milyen náció születje, stb. Ezt hangsúlyoznám. De nyilvánvalóan Mózes esetében számított az is, hogy ő miért pont oda születik le, tehát mint lélek, miért pont egy zsidó anyától született meg, és utána aztán természetesen minden egyéb is, mert így lehetett tulajdonképpen beteljesíteni leginkább azt a küldetést, amit neki szabtak. Márpedig az ő feladata az volt, hogy miután megkapta megfelelő beavatásokat Egyiptomban, egy isteni tervet szisztematikusan élete végéig, sőt egész életét ráfordítván, rááldozván hajtson végre. Ne abból induljunk most ki egy picit, jó, hogy milyen nagy sebben lobba, 10 csapás jött, és akkor ő nagy sebben lobbal, ő beolvasott a fáraónak, és akkor ő jól összevitatkozott, és akkor jöttek a nagy varázslók közötti, mágusok közötti harcok, és akkor ilyen ez meg az. Mert egy kicsit így is lehet vizionálni, hanem abból induljunk ki, hogy az egyiptomiak alapvetően úgy, ugye az egyiptomiak tudták azt, amit ma nagyon sokan nem tudnak. Tudták azt, hogy igazából a zsidó nép az, ha nem is rabszolga, de mindenképpen egy nyáj, akit nem vezet senki. A zsidóságnak nem volt istene. Nem volt istensége. Az, ami a Bibliában benne van, és akkor visszakanyarunk Jahvéhoz, ez körülbelül azt jelenti, hogy az vagyok, vagy vagyok. Na most ez nem mond azért túl sokat, valljuk be, legalábbis így az átlag ember, még egyszer itt pusztában élő, illetve pásztorkodásból élő, földművelésből élő, egyszerű emberekről beszélünk. Jön valaki, aki dúsgazdag, aki életének addigi, hát konkrétan születésétől kezdve majd, hogy nem a felnőtt koráig, csak is kizárólag a fáraói udvarban tengette napjaid bőségben, nem mondom azt, hogy dőzsöl, de mindenképpen megvoltak a előjogai. És ez a pásztorkodó nép, vagy pásztorkodással foglalkozó nép, illetve részben különböző ilyen kisebb szerényen munkákból álló nép, igazából nem rendelkezett egy olyan jellegű istenséggel, mint mondjuk az egyiptomiak, ahogy ott van Ré, aki gondoskodik rólunk, mi belőle születtünk, ő a mi isteni atyánk, őt imádjuk, ott van Ézisz istenanya, tudunk hozzájuk fohászkodni, érthető, ugye? Tehát nem volt egy ilyen. Azért is mondom azt, hogy nagyon sok termékenység Istent imádtak Asszerától kezdve, és akiket már korábban említettem, ez így függ össze. És akkor innentől érdekes az, hogy
Mózes ugye egy vérvonalba született bele. Ő Jákob utódja volt, ami nagyon fontos, Lévi törzséből származott, volt egy nővére is, volt egy tesója is, ugye Miriam, illetve a bátyja volt Áron, és akkor ő volt az, aki állandóan fordított, hogy mit szeretne mondani a tesója. És tulajdonképpen Mózes egy főpappá vált, de egy olyan nép főpapjával, akinek hangsúlyozom, nem volt igazából istensége. És ha belegondolunk, Mózes se adott igazán istenség. Adott, de nem a klasszikus értelemben, mert ő azt mondta, hogy őt küldte valaki, akit ő úgy gondol, hogy egyfajta teremtő lény, de mi tudjuk, hogy a teremtő lényeket mestereknek lehet nevezni, vagyis ők istenségek. Tehát őt valamiféle istenség ruházta fel egy szent küldetéssel, egy szent misszióval. Én most mondom, szándékosan leválasztom róla az egyiptomi zsidó viszonyokat, mert én azt azzal magyarázom, hogy igenis az egyiptomok elnyomták azért a zsidó népet, ha nem is pont úgy, és nem is pont annyira, amennyire ezt ma beállítják. És igen, itt vannak azok a nagyon érdekes problematikák, hogy mi történt Mózessel akkor a hegyen, Sínaim. Mi történt a csipkebokros történetben. Én úgy gondolom, hogy igen, volt bizonyára egy ilyen történet, de Mózesnek kell, szerintem, én feltételezem, hogy voltak olyan képességei, mivel nem pont a csipkebokor volt. De lehet, hogy gyújtott tüzet. Én ezt nem mondom, hogy nem gyújtott tüzet, hiszen a tűz is egy spirituális antenna, és ezen keresztül is nyilvánvalóan lehet egyfajta kommunikációt folytatni a magasabb világokból. Értem én, hogy ez a nem hamvadó csipkebokkal, ez egy nagyon jó megfogalmazás annak, hogy egy el nem múló, egy időtlen térre és egy magasabb rendű tudatra ő rácsatlakozott, de azért vagyunk be, hogy a vagyok, aki vagyok, az nem túl, ez a Jahve elnevezés, ez nem túl. Sőt, van, aki azt mondja, hogy úgy kell értelmeznünk, hogy aki voltam, vagyok és leszek. Tehát mind a három ige időt úgymond belemagyarázza. Én arra akartam csak kitérni, hogy amikor lejön a hegyről, és ugye az arca ragyog, ezt így írják le, akkor ebből volt egy félrefordítás is, ami nem biztos, hogy félrefordítás, nem tudom, emlékeztek-e. Jó, akkor elmondom. Mi jártunk Rómában, ugye, Erika? És te megálltál egy szobor előtt, talán Szent Péter vagy Mózes szobrot láttad a Szent Péter bazilikában? Ha jól emlékszem, a Szent Péter bazilikában, akkor bemegyünk jobbra, van egy Mózes szobor, és két szarba van. Ha jól emlékszem, ott van, de ne vessen meg senki, ha nem ott van éppenséggel. És akkor ott ez a bizonyos ragyog az arca, miután beszélt az Úrral, típusú megfogalmazás szerepel kb. A Bibliában, és ez a szarb, ez egyúttal fénysugarat is jelent. És a Vulgátában már szarvként került be, tehát a népszerű, az elterjedt Bibliába, és kornutászó, Szent Jeromos fordította így, és egyébként szándékosan fordította félre. Na most ez azért izgalmas, mert hogyha ő szándékosan a fénysugarat, mert tehát ő ragyog az arca a fénytől, helyett szarvai vannak, na fordítja, igen, ezt azért tudnia kellett volna annak a megbízónak is, meg annak a csodálatos szobrásznak is. Nem ismerik a történetet? Akit Michelangelo Buonarrotinak hívtak, tehát Michelangelónak is, aki konkrétan úgy mintázta meg Mózest, hogy szarvai vannak, és betették, ha jól emlékszem, a Szent Péter bazilikába. Tehát, hogy szarvai, mert azért a felszarvazás a kereszténységben nem jelent, vagy a szarvak viselése, nagy valaki félreértse, azért nem jelent túlságosan sok pozitívumot, valljuk be, de állítólag Szent Jeromos ezt tudta, és hát ő ezt meg lehet magyarázni, hogy akkor ő mennyire kettős játékot játszott ezekkel a szavakkal. Hát ahhoz képest a hívőket jól összezavarták, mert még a reneszánsz idejében sem tudták, hogy pontosan akkor mire gondolta a fordító. És így lett aztán a fordítási, szerintem nem szándékos, de más azt mondja, szándékos szóhasználatnak aztán egy ilyen művészeti következménye is. Na szóval Mózes esetében tehát egy félig zsidó, de egy félig egyiptomi hercegről beszélgetünk, aki tudott kommunikálni, ha fénye volt, ha glóriája volt, ha kvarénája volt, ha mandorlája volt, szóval ha baromi szép ragyog aurája volt, szerintem az nem 5 másodperc alatt egy hegyen egy csipkebokor miatt, vagy két rövid kommunikáció miatt következett be, mert ugye több kommunikáció is volt, hiszen az első táblákat azt tudjuk, hogy Mózes összetörte mérgében, a Biblia szerint,
Én viszont úgy gondolom, mert hogy a Frigyláda az ugye tartalmazza, mit a három veszélyt, hogy jól emlékszem, akkor 10 parancsot, még mást is, csak most mondtam, a 10 parancsolat, kültábláit, stb. És itt én arra tippelek, hogy Mózes egy nagyon komoly ezoterikus, szakrális tudással bírt, és őt felhatalmazták bizonyos lények, sőt, mondom, szent küldetésről kapta azt, hogy vezesse ki a népet. És amikor kivezette, akkor nyilvánvalóan ő tudott csodákat tenni, az pedig, hogy azt a Frigyládával tette-e, vagy sem, azt gondolom, hogy igen. Tehát meglepő módon én azt gondolom, hogy igen, de ehhez ő neki át kellett, hogy valaki valahol adja, szándékosan nem nevezem meg a helyet, de át kellett, hogy adja neki, illetve az ő, hát vagy elődjeinek, vagy utódjainak, vagy is, de inkább elődjeinek már korábban, tehát én úgy gondolom, hogy a sztori nem Mózessel kezdődött, hanem korábban már kibontakozott, vagy kialakult egy olyan isteni tervszerűség, ami arról szólt, hogy fokozatosan szépen mi felfogjuk generációról generációra fejleszteni a zsidó beavatottak egy részét, és őket meg fogjuk arról győzni, hogy nekik egy új hazát kell választaniuk, egy új honfoglalást kell végrehajtani lényegében, és majd jönni fog valaki, tehát én azt mondom, hogy Mózes, mint prófétát is beharangozták előre, tehát ennek biztos, hogy megvoltak az ilyen jóslatai, és ez meg is történt, ez spirituálisan úgy gondolom, hogy szó szerint egyfajta energia, egyfajta beavató energiának, és egyébként valóban komoly isteni energiának az átadásával járt együtt, ami aztán már inkább ilyen csipkebokrosztoriként maradt fenn, mert nyilván a beavatottak nem fogják elmesélni majd, hogy mi valójában egy világ sors form, a világ sorsát formáló erőt kaptunk amúgy az egyiptomi istenségektől, mert csak azért sem, mert nekik az volt a feladatuk, az én legjobb tudomásom szerint, hogy egy istenséget adjanak a zsidóknak, mert nem volt nekik. Nem, hogy Jahve nem volt, más se nagyon, mert ők is mindenféle kisebb-nagyobb hatalmú isteni lényekben hittek. De alapvetően nem volt egy főistenük, egy Zeusuk, egy Amonréjuk, szóval nem volt ilyen. Miután ezt ők megkapták, és egy pozitív jövőképet festett nekik föl Mózes, hát elindultak. Jöttek a csodák, tette a csodákat, és jöttek a problémák. Nevezetesen, hogy eltelt 40 év. Tehát itt a pusztában való kóborlás, meg botorkálás, meg éhezés, ugye mire volt jó? Szerintem a formál logika is azt diktálja, hogy többek között arra, hogy nagyon sok, tehát nem mondok olyat, hogy... Egy generáció, aki... Több generáció váltásra. Igen. Így van, került sor. Ez a legvisszafogottabb megfogalmazás. És innentől kezdve nagyon izgalmas a kérdés, hogy mi történt ezzel a kiválasztottisággal. Te a délutáni beszélgetéseinket hamarosan folytatjuk. Munkásságomról bővebben a Te a délután leírásában olvashatsz. Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget.